Kényszerpihenőre kényszerültem. Hormonális problémáim vannak. Folyamatos puffadás nekem, ezek a hormonális problémák nem a testépítés miatt következtek be. 2 alkalommal volt menstruációm. Már éreztem, hogy itt baj lesz. Új fejezet kezdődik az életemben. Az egészségünk tényleg nem játék. Sziasztok, én Odett vagyok, és üdvözöllek titeket újra itt a YouTube csatornámon. A mai egy különleges videó, ugyanis egy új fejezet kezdődik az életemben, és arra jutottam, hogy ideje tiszta vizet önteni a pohárba. Az elmúlt napokban elkezdtem Instagramon és TikTokon is kommunikálni arról, hogy ténylegesen egy új fejezet kezdődik az életemben, és arra gondoltam, hogy most itt egy videó formájában elmondok mindent, az elejétől a végéig, ugyanis rengeteg kérdés érkezett, és azt gondolom, hogy fontos is erről beszélni, mert ez most tényleg egy meghatározó része az életemnek, és egy nagy változás mondhatni. Ugyanis ezen a héten elkezdődött a gyógyulásom folyamata, ugyanis nem fogok titkolózni, nem fogok mindenféle kifogásokat keresni, igenis hormonális problémáim vannak, és erről szeretném, hogyha tudnánk nyíltan beszélni, mert rengeteg nő küzd hormonális problémákkal, legyen szó PCOS-ről, inzulinrezisztenciáról, bármi ilyesmiről, és tényleg nagyon sokan szenvedünk ezzel, és nagyon sokunk mindennapjait megkeserítik ezek a problémák, és fontos ezekről beszélni, és fontos, hogy ezeket kezeljük, mert nagyon komoly és nagyon káros következményei lehetnek, és amik befolyásolhatják az egész életünket, akár a gyermekvállalástól kezdve tényleg az egészségügyi állapotunk romlásáig, úgyhogy az én történetem következik. Tudni kell, hogy én 7 éves korom óta extrém intenzitással versenysportolok. Tehát nekem körülbelül 7 éves koromtól kezdve minden áldott nap edzésem van, ugye akkor kezdtem a versenytáncolást, és habár a tánc nem annyira elismert sport, mégis iszonyúan kemény sportág, annak ellenére, hogy sokan nem ismerik el sportként. Én latin versenytáncoltam, ami azt jelentette az életemben, hogy én reggel 6-ra mentem konditerembe, így körülbelül 13 éves koromtól kezdve, reggel 6-ra kondi, aztán edzés, és aztán egy délután ilyen 3-4 óra hosszás külön versenytánc edzés. És még hétvégén jöttek a versenyek természetesen, akár szombat, vasárnap, táborok, minden ilyesmi, és ez olyan szinten ráment már akkor az egészségemre, hogy nekem nem jött meg magától soha a menstruációm. Magától soha nem volt rendszeres menstruációm, és ezt természetesen elkezdtük kutatni, meg utána jártunk. Jártam nőgyógyászokhoz, endokrinológusokhoz, mindenféle orvosnál voltam, tehát nem egy orvoshoz mentem, hanem mindenhol voltam, amit el tudtok képzelni, és az egyik azt mondta, figyelj, kezdjek el sportolni. Így nézzek rá. Nem tessék? Jó, megyek tovább. Másik azt mondja, hagyjam abba a sportolást, most azonnal. Mondom, köszi, ez annyira nem kompatibilis most az életemmel, mert akkor nagyon fontos volt a versenytánc, most is nagyon fontos a sport az életemben, szóval ez annyira nem opció az életemben, és nem is gondolom, hogy ez megoldás lenne. A következő orvos vagy endokrinológus, már nem is tudom, ki mondta, azt mondja nekem, kezdjék el diétázni. Így nézek rá, mondom, az nem biztos, hogy jó ötlet, mert amúgy is diétázok. Tehát, hogy ennél jobban már nem tudok diétázni, mert körülbelül már a versenytáncos időszakomban már akkor elkezdtem nagyon durván odafigyelni a kajámra, és folyamat diétából állt az életem. Ugye élsportolóként ez alap, mondhatni. Szóval így néztem rá, hogy akkor ez ismét nem sikerült ezt megoldani, ezt a problémát. A következő orvos azt mondja nekem, hogy hagyjam abba a diétát. Na most akkor ebből a 4-ből találd ki, hogy melyiket csináld. És akkor így már tisztára kétségbe voltam esve, hogy jó, hát akkor ez így lesz, akkor így fogok élni. És akkor nincs appelláta, ez van. És egyébként így komolyabb károm nem is származott abból, hogy nem menstruálok, mert egyszerűen nem éreztem hiányát. Tehát 14-5 évesen azt éreztem, hogy jó, hát nem menstruálok, mindenkinél csak azt láttam, hogy szenved a menstruációtól, hát akkor most nekem egy szenvedéssel kevesebb. És így különösebben nem aggódtam emiatt. Aztán ugye voltam nőgyógyásznál, aki látta, hogy petefészkek vannak, a petefészkemben ciszták is vannak.
Na hát itt már kicsit komolyabbra fordult a dolog, de még mindig nem vettük annyira komolyan, mert továbbra is azt mondta, hogy hagyjam abba a sportolást, ne diétázzak, stb., ami egyszerűen nem volt opció az életemben, és sosem mondták, hogy ez annyira komoly dolog lenne, hogy most meg fog állni ettől az életem, úgyhogy ezt így utólag nyilván nem volt jó döntés, de nem vettük annyira komolyan. Szóval tanuljatok a hibámból, hogy komolyabban kell ezt venni. Viszont én nem vettem ezt komolyan. Ez néhány évvel ezelőtt volt, amikor ciszták voltak a petefészkemben. Most még várok egy vizsgálati időpontra, ahol meg fogják nézni, hogy most is ott vannak-e még a ciszták. Ez majd a jövő zenéje, hogy továbbra is ott vannak-e a petefészkemben. Szóval ezt még egyelőre nem tudjuk. És akkor így különösebben hiányát nem éreztem a menstruációnak. 2 alkalommal volt menstruációm. Egyszer, amikor megkaptam a COVID-oltást, szuper volt, 2 hétig ömlött belőlem a vér, majd utána soha többet, és még egyszer, amikor fogamzásgátlóval megpróbálták visszahozni, szedtem, egyszer meg is jött, és akkor mondta az orvos, hogy jó, akkor most hagyjuk el, nézzük meg, hogy meg fogja jönni. Nyilván nem jött meg. Szóval csak egy ilyen tüneti kezelés volt, vagy ilyen felszíni kezelés volt, ami nyilván nem sikerült, vagyis nem vezetett semmilyen eredményre. És akkor utána nem is nagyon foglalkoztam ezzel, elkezdődött a versenyzés, a versenydiéta, itt meg már ugye annyira extrém alacsony a zsír, a napi zsírbevitel, és nagyon durván magas a folyamatos edzésszint, és alacsony a szénhidrátbevitel is, ami nyilván ezeknek a hormon problémáknak nem tesz jót. És elkezdődött egy ilyen folyamatos puffadás, egy ilyen krónikus puffadás az életemben, és én azt hittem ugye, hogy ez az ételintoleranciák miatt van, meg a különböző érzékenységek miatt, és nagyon sok mindent kiiktattam az életemből, és nagyon sok minden javított ezen a puffadáson, de úgy igazán, tökéletesen sosem oldódott meg. És az idei felkészülésem volt az, ami feltette az íre a pontot, és már éreztem, hogy itt baj lesz, hogyha ez így megy tovább. Úgyhogy arra jutottam, amikor Csillával forgattuk a podcastet, amit itt láthatotok a YouTube csatornámon, hogy Csillával megbeszéltük, hogy ezt igenis kezelnünk kell ezt a problémát, mert hát egyre durvább volt az élethelyzetem, szóval olyan szinten alacsony kalórián kellett már lennem a végén, hogy az elképesztő, és az anyacserém belassult, emésztési problémák jöttek, és hát megbolondultam már konkrétan, és már korábban is Gazdag Tündivel is próbáltunk erről beszélni, de én annyira ragaszkodtam a versenyzéshez, hogy így úgy voltam vele mindig, hogy én ezt nem akarom elengedni, és nekem most a versenyzés fontosabb, mint akkor a versenyzés fontosabb volt, mint az egészségem, amit utólag nyilván nagyon bánok, és nem szeretném, hogy bárki is ezt utánam csinálja, mert tényleg ez a legrosszabb döntés, amit tehettem. De emberek vagyunk, és változunk, fejlődünk, és megfejlődtem, hogy az egészségem jelenleg fontosabb, mint bármi más, és emiatt most 1 év kényszerpihenőre kényszerültem, ami azt jelenti, hogy most augusztusban volt az 1 éves forduló az edzőmmel, James-szel, és emiatt most nem újítottam meg a csapattagságomat, ugyanis megbeszéltem James-szel is, hogy akkor fogok újra visszatérni, akkor tudok elkezdeni egy új felkészülést, hogyha 100%-os lesz az egészségem, kívülbelül maximálisan készen állok majd egy felkészülésre, szóval most James-szel így egyelőre jegeltük a folyamatot, így a közös munkát. Véget ért a visszavezető diéta a versenyszezon után, és felmentünk 1800 kalóriáig, ami már egy egész jó szinten tartó kalóriaszint, de erről majd még mindjárt beszélek, hogy most mennyi kalórián vagyok. És akkor Csillával megbeszéltük, hogy amint véget ér a visszavezető diéta, akkor elkezdjük a közös munkát. És ez így is történt. Kálmán Csillával most már hivatalosan is együtt dolgozom, elkészítette nekem a gyógyétrendemet, elkészítette nekem a személyre szabott mindenféle ajánlást, a vitaminoktól kezdve, az ásványi anyagok, minden, az edzés, a kaja, minden
minden, egy 30-40 oldalas dokumentumot kaptam tőle, amiben tényleg olyan részletességgel van minden leírva, hogy az valami elképesztő, és minden meg van magyarázva, és én ezt nagyon szeretem, hogy minden szájbarágósan, érthetően, magyarul le van írva, mi, miért történik, mit, miért csinálunk, és ez volt nekem a legfontosabb, hogy megértsem, hogy tanuljak tőle, mert már a podcast beszélgetésnél is éreztem, hogy olyan nagy tudása van ennek a nőnek, hogy az valami hihetetlen, úgyhogy ezt egyrészt mindenképp szerettem volna elsajátítani, és azért is esett rá a választásom, mert rengeteg referencia munkát láttam tőle, az Instagramján tudjátok ti is megnézni, hogy rengeteg embernek segített visszahozni a menstruációját, hormonális problémákat helyrehozni, úgyhogy ezért is esett rá a választásom, szóval kezdjük is. Nagyon sok mindent írt ugye Csilla, úgyhogy puskázni fogok, hogy mik történtek. Szóval, ugye rengeteg vizsgálatra kellett elmennem, mielőtt Csilla meg tudta írni nekem ezt a személyre szabott ajánlást, mert nyilván nem hasra ütve, csak így bemondásra csinál meg egy ilyen programot. Szóval egy nagyon alapos, először is nőgyógyászhoz kell menni, nutritív panel ételallergia vizsgálat, laktulóz kilégzési teszt, food test intolerancia vizsgálat, komplex pajzsmirigy panel, mindenféle TSH, FT3, FT4, anti-TPO, anti-TG hormonok vizsgálata, 3 pontos cukorterhelés, kortizolszint mérés, AMH hormon vizsgálat és női nemi hormonpanel, ösztradiol, progeszteron, FSH, LH és prolaktin szint. Szóval ezeket mind meg kellett csinálni, mind meg kellett csináltatnom, vérvételek, minden vizsgálat megvolt. És akkor Csilla szépen felsorolta nekem, hogy milyen problémák állnak fent. Az első problémám a szekunder amenorhea, ami azt jelenti, hogy minimum fél éve nincs menstruáció. Ez azoknál áll fent, akik leggyakrabban élsportolók, és legalább 6 hónap a gyógyulás, ami akár 12-18 hónap is lehet, és ez ténylegesen az élsportolókra jellemző. A második a HPA, stressztengely érintettség, mellékvese érintettség, ami az extrém magas kortizol szintre utal, tehát ennek 5-600 körül kellene lennie, és nekem 870 a kortizolom, ami a tartós stressz miatt van. Tehát konkrétan én, mióta az eszemet tudom, ugye a versenysportban élek, és a versenyzés, a folyamatos edzés, és nekem az iskola is nagyon sok stresszel járt, és ez egy folyamatos kortizol szint emelkedéshez vezetett, és hát nem csoda, én egyáltalán nem csodálkozok, volt olyan, hogy tikkelt a szemem, minden izmaim folyamatosan le voltak fáradva, ez a túlterheltség természetesen nem tett túl jót a kortizolszintnek, és a harmadik pedig a krónikus puffadás, felszívódási és emésztési zavarok, és az ételintolerancia, ugyebár ami már régóta fennáll. Na erre a megoldás a bélflóra rendezés, gyógy és hipoallergén étrenddel, valamint alacsony FODMAP étrend, nem tudom, hogy kell kimondani, FODMAP, vagy FODMAP, vagy nem tudom, mindegy, FODMAP étrend. Ami azt jelenti, hogy fermentálódó oligo di monoszaharidok és poliolok. Bocsi, hogy ennyit innen olvasok, de ezt még nekem is tanulnom kell, és nyilván van mibe fejlődni. Szóval, ezek olyan szénhidrát típusok, amelyek az arra érzékenyek számára emésztési problémákat okoznak, az illető nem tudja őket megemészteni, mint én, és azok elkezdenek erjedni, kellemetlen tüneteket okozó, ugye ez a puffadás természetesen. Éppen ezért az ilyen személyeknek magas FODMAP tartalmú ételek elkerülése kötelező, és helyette csak alacsony FODMAP tartalmú ételeket fogyaszthatja. Az alacsony FODMAP étrend egy terápiás étrend, azaz gyógyétrend. Van egy ilyen külön táblázat, mik tartalmazna, mik az alacsony FODMAP, közepes és magas FODMAP kaják, értitek? Ezt most így külön nem kezdem el sorolgatni. A második fontos dolog volt a vitaminok, amit nekem Csilla olyan szinten meghatározott, hogy miből mennyit, hogy, mikor, milyen márka, stb. És ezért is nagyon hálás vagyok, mert ugye én is alapból rengeteg vitamint szedek, de ő még kiegészítette sok
sok mindennel, ilyen földi jókkal, gyomornedvekkel, rostkomplexekkel, enzimekkel és ásványi anyagokkal. A harmadik ilyen alappillérünk volt az alaplé bevezetése, a húsleves alaplé. Én ezt már tünditől rengetegszer láttam, gazdag tünditől, ami úgy néz ki igazából, én azt hittem, hogy ez valami csoda, fide, fude, extra recept, vagy ilyesmi, de nem. Csak beletesz, a lényege, hogy bio húsi legyen, bio húsiból készüljön, és felteszed a vízbe, tesz bio zöldségleves kocka kell, ami ilyen mindenmentes anyám kínja, sómentes, tartósítószermentes vegeta, répa, fehér répa, petrezselyen meg vannak adva, hogy milyen zöldségeket lehet belerakni. 3-4 óráig fő, én most 4 óráig főztem, és aztán elporciózod magadnak, és abból minden reggel éjgyomorra kell inni 2-3 decilitert. Jót tesz a bélflórának, táplálja a bélbaktériumokat, jót tesz az emésztésnek, és tele van kollagénnel, szóval tényleg csupa jó hatása van az alaplének. Aztán így be kellett vezetni az életembe, hogy minden étkezésnél legyen rezisztens keményítő, ami a fehérrizsben, a tápiókában, vagy a főzőbanánban is van, és ellenáll az emésztésnek, és a bélbaktériumoknak szolgál tápanyagként. Na. Aztán, ugye a fontos, a legfontosabb ebben az egész gyógyétrendben, hogy gyulladást csökkentsünk, mert a szervezetemben van egy gyulladás, amit csökkentenünk kell. Omega-3-ban gazdag ételeket kell enni, az omega-6-ot csökkenteni kell, és napi maximum 25 g fruktózt ehetek például. Ilyen nagyon-nagyon nüansznyi dolgokra kell odafigyelni, és minden továbbra is gramra pontosan kell mérnem. Ugye el kell hagyni a glutént, az nálam alapból is megvolt, és a tejtermékeket is, az is megvolt nekem már alapból, és mindenféle adalékanyagot ki kell iktatni, mint például a zéró üdítők, zéró szószok, zéró tészta. A zéró tészta nálam a legnagyobb érvágás, mert a zéró üdítőkről ugye simán le tudok mondani felkészülés alatt is, de most a zéró tésztára tökre rászoktam, szóval azt most offolni kell egy darabig, és ugye a rezisztens keményítő fogyasztás szintén. Na. Ennek alapján ugye megkaptam az étrendet Csillától, ami egy tényleg nagyon durván jól összerakott étrend, és abban egyeztünk meg, hogy egyelőre ugyanazt a kalóriát kaptam, amire felmentünk a visszavezető diétám alatt, ez az 1800-1900 kalória. És a fontos változás, ami nekem egyelőre elég nehéz hozzászokni, hogy 3 étkezésem volt ugye eddig minden nap, én nekem így kényelmesebb volt, inkább eszek kevesebbszer nagyobb adagokat, valamiért így nekem tök jobb bevált ez az egész, viszont Csilla kötötte az ebet a karóhoz, hogy 5 étkezésnek kell lennie, reggel egyből ébredés után ennem kell már, ami nekem szintén nagyon furcsa, mert én akár délig egyik-kettőig nem ettem semmit, így fastingoltam, de Csilla mondta, hogy nem, ez így nem lesz jó. Úgyhogy 5 étkezésem van, kevesebbszer kicsi adagok, minden étkezésnél van szénhidrát, és sokkal magasabb a zsír, mint amit én eddig fogyasztottam. Magasabb a szénhidrát, és a fehérjebevitelt is jóval lecsökkentettük, mert nekem extrém magas volt a fehérjebevitelem ugye a felkészülés alatt. Úgyhogy ezek a főbb változások, ami ugye még változás, hogy nem ehetek jelenleg nyers zöldségeket, csak és kizárólag főzve, sütve, grillezve fogyaszthatok zöldségeket. Meg van tiltva, hogy csapvizet igyak konkrétan, úgyhogy ez szintén egy nagy változás az életemben, mert én világéletemben csapvizet ittam, tehát nálunk vidéken ez alap volt, hogy mindenki csapvizet iszik, és az üveges, bepalackozott víz vásárlás az nálunk egy akkora felesleges pocsékolás, hogy azt elmondani nem tudom, és én a mai napig, mikor megvettem az első zsugorvizet, hát úgy éreztem magam, mint a világ legszarabb embere, hogy mi a francnak pazarékolok ennyi műanyagot, és hogy ez tök nagy felesleges pocsékolás, úgyhogy ehhez még így szoknom kell, és nyilván már folyamatban van a víztisztító rendszer berendezés beszerelése a konyhai csapomban, hogy tudjak csapvizet inni, idézőjelben, ami tisztítja a vizet, és azért nem szabad egyébként csapvizet inni, mint utólag megtudtam, mert teli van hormonszármazékokkal, nemesfémekkel, és amik szintén gátolhatják a gyógyulást, vagyis így megnehezítik a gyógyulás folyamatát, úgyhogy
Sokan írták amúgy, hogy ezt én miért nem tudtam, és hogy ez alap. Hát nálunk ez nem volt alap. De nálunk vidéken ez az volt az alap, hogy mindenki csak vizet iszik. Nyilván másképp szocializálódunk, és én mindig furán néztem azokra, akik veszik a palackozott vizet, de most már, hát sajnos egy darabig nekem is vennem kell, amíg nem lesz meg ez a víztisztító rendszer berendezés, de most már folyamatban van. Holnap után jönnek hozzám beszerelni, szóval nagyon jó. Úgyhogy ezek a fontos változások. Még van valami? Az intolerancia vizsgálat ugye kimutatta nekem, hogy a tojásra is érzékeny vagyok, viszont csak a tojásfehérjére, úgyhogy tojássárgáját elkezdtük visszavezetni az étrendemben, mert én eddig azt sem fogyasztottam, de most már tojássárgáját elkezdtem fogyasztani. Egyelőre nincs semmi probléma, úgyhogy meglátjuk, hogy ebből lesznek-e bajok, reméljük, hogy nem. És ami még szintén amit még szintén el kellett hagyni, az a vegán fehérjepor. Én eddig fogyasztottam MyProtein és vegán fehérjeport, viszont mostantól már csak rizs fehérjét, vagy kendermag fehérjét fogyasztatok, vagy marha fehérjét, mert ugye a borsó, meg ezek keresztallergia, meg minden ilyesmi, ezzel annyira nem vagyok képbe. És amúgy ezt azért is fontos leszögeznem, hogy miért kértem segítséget. Azért, mert én olyan étrenddel foglalkozom, ami nem a hormon problémákat kezeli, hanem csak a fogyást, az izomépítést, a lapformálás, szálkásítást. De hogy én hormon problémákat oldjak meg, az már egy sokkal speciálisabb terület, és ezért kértem segítséget, ezért fordultam Csillához, mert én nekem nem ez a szakterületem, ez tényleg egy sokkal komplexebb tudást igényel, és szükségem volt egy olyan emberre, aki kívülről ezt tudja irányítani. Mert nekem sokkal jobban megy úgy, hogyha van egy külső szem, aki segít, aki mindig ott van, és ez nagyon fontos, mert Csilla tényleg 0-24-ben ott van, és bármikor írok neki, kb. 2 percen belül jön a válasz, szóval ez nagyon durva, és nagyon hálás vagyok neki, mert nagyon sok kérdésem van még mindig hozzá, mert hiába sok mindent tudok, de sok mindenben még a segítségére van szükségem, és nagyon hálás vagyok neki tényleg, hogy mindig készenlétben van. Szóval ti is nyugodtan keresétek meg Csillát, nézzétek meg az Instagram oldalát, a weboldalát, az álomalakéletmód.hu, azt hiszem így van, igen. Ott meg tudjátok nézni az árakat, a csomagokat, a szolgáltatásait, szóval tényleg kérjetek segítséget, hogyha ilyesmi problémával küzdötök, mert van megoldás. Én is azt hittem, hogy nincs megoldás, de igenis van. Volt egy orvos, aki azt mondta, hogy hát majd, ha szeretnék gyereket, akkor szóljak. Így néztem rá, mondom, tessék, ezt mégis hogy gondoltad? Gondolom valami gyógyszer vagy ilyesmivel tudta volna helyrehozni, de én gyógyszer semmiképp nem akartam. Volt egy orvos, aki felírta a Merkformint, hogy akkor ezt mostantól életem végéig szedjem. Mondom, jó, és? És akkor szedtem egy pár hónapig, nyilván semmi nem történt, és akkor így néztem, hogy esetben már fog oldódni? Azt mondja, ja, hát nem. Na, mondom, az fantasztikus lesz így. Úgyhogy azt is abba hagytam. Szóval tényleg én hiszek abban, hogy most ezzel a táplálkozással és megfelelő edzéssel, meg minden ilyesmivel ez rendbe fog jönni. Ugyanis az edzéseimben is nagyon drasztikus változás következett be. Szóval eddig heti 13 edzésem volt, és ez hosszú évek óta így megy. Tehát napi 2 edzés, vasárnap csak 1. Vagy ugye verseny, ahogy éppen kijön. És ez azt jelentette, hogy van egy súlyzós edzésem és egy kardióm külön, ami nagyon nagy megterhelés a szervezetnek, én ezzel tisztában vagyok, és ez tudom, hogy nem volt normális, és én soha nem hirdettem azt, hogy ez egészséges, amit én csinálok, mert nem az. Az élsport, a versenysport nagyon messze van az egészséges életmódtól, ezért is hangsúlyozom minden egyes videómban, minden posztomban, hogy ne kövessétek azt az életmódot, amit én csinálok, mert ez szigorú felügyelet mellett zajlott minden felkészülésem, és soha nem csináltam egyedül a versenyfelkészüléseket, mindig szigorú felügyelet mellett zajlott, és nagyon súlyos következményei vannak, ezzel tisztába kell lenni, és ezt nem ajánlom senkinek, mert tényleg nagyon rossz következményei lehetnek. De azt még szintén fontos leszögeznem, hogy nekem ezek a hormonális problémák nem a testépítés miatt következtek be. Tehát én nem hibáztatom a testépítést, mert már előtte sem menstruáltam, előtte is voltak hormonális problémáim, előtte is puffadtam, itt alul volt ugye nagyon kipattogva mindig az arcbőröm, és az is ezekre a hormonális problémákra utalhat. Szóval a testépítés, ez már csak hab volt a tortán, és nem hibáztathatom tényleg ezt a sportot.
Szóval fontos leszögezni, hogy nem egészséges életmódot hirdetek, és azok az étrendek, amiket én írok, azok nem versenydiétás étrendek, mert kaptam ilyen kommenteket is, hogy akkor én miért hirdetem azt, meg hogy akkor én azt árulom, ami a versenydiét. Nem. Köze nincs az a Fit Project étrendeknek, meg a Fit Project programnak ahhoz, amit én csinálok, mert amit én csinálok, az egy versenysport, az egy extrém sport. Fogadjuk el azt, hogy a testépítés ténylegesen egy olyan extrém sport, ami olyan szinten igénybe veszi a testedet, hogy ez valami elképesztő és hatalmas terhet rak a szervezetre. Nem csoda, hogy rengeteg versenyzőnek elmegy a menstruációja előtte, tök jó volt az egészsége, és utána tönkre ment, ez is előfordulhat, nálam viszont nem ez a helyzet. Nálam előtte is nagyon szar volt a helyzet, és most is szar, úgyhogy ezért jutottam arra a döntésre idén, a felkészülésem alatt, hogy most már ezt meg kell oldani, ez nem játék, mert az egészségünk tényleg nem játék. Ezzel nem lehet játszadozni, egy életünk van, és hát ideje volt felnőnöm ehhez, mert fiatal voltam, és fontosabb volt minden más, mint az egészségem. Szerintem ez sokaknál ismerős lehet, úgyhogy most ideje volt ezt a projektet elkezdeni, és valószínűleg ez egy éves folyamat lesz, de ha minden jól megy, akár már 6 hónap után visszajöhet a menstruáció, ha minden nagyon-nagyon jól megy, és én mindent meg fogok tenni, hogy nagyon jól menjen, de Csilla mondta, hogy azért nem gyakori, hogyha 6 hónapon belül visszajön a menstruáció, inkább több, és legalább egy év is, és akár egy év is lehet. Szóval én türelmes leszek, mert a tervem az, hogy most ezt az egy évet erre szánom, egy évet arra szánok, hogy helyrehozzuk a hormonális egyensúlyomat, és 2025 őszén szeretnék újra versenyezni, ami azt jelenti, hogy jövő nyáron fog elkezdődni ismét a versenyfelkészülésem. Szóval addig pont egy év van, úgyhogy ez most így nagyon ki van számolva, és én nagyon bízok benne, hogy ez sikerülni fog. Na de visszatérve az edzésekre, ugye eddig heti 13 edzésem volt, és most ez konkrétan a felére lett lecsökkentve, fele annyit edzhetek, mint eddig, tehát heti 3 súlyzós edzésem van, ami iszonyú kevés. Hát én nem is tudom, hogy lehet így felosztani egy edzést. Szóval most egyelőre az a tervem, hogy lesz 2 farizom edzésem, és a középső pedig egy váll, hát, biceps, triceps. Szóval az ugye elég hosszadalmas lesz, meg ugye még a vádli is, meg a hasizás. Igen. Ezt még így ki kell tapasztalnom, mert még nagyon az elején vagyok, de menni fog. És idejét nem tudom, hogy mikor edzettem ennyire keveset. De nagyon furcsa. És a heti 7 kardió helyett 3 kardión van, ami szintén nagyon kevés. Most kezdtem el újra futni, úgyhogy most azt beszéltük meg Csillával, hogy heti 3-szor futhatok, maximum 30-40 percet, ami szintén nem sok, nagyon kevés, ami szintén a fele annak, amiket én kardióztam. Hát én ilyen 60-70 perceket kisújból kardioztam, és ma volt edzésem, és annyira furcsa eljönni úgy a teremből, hogy nem kardiózok utána, hogy ezt elmondani nem tudom. Én idejét nem tudom, hogy mikor jöttem el utoljára úgy a teremből, hogy nem kardiózok még utána 1-2 órát a lépcsőzőn, szóval így nehéz volt konkrétan nem felállni a lépcsőzőre. Sose gondoltam, hogy eljön ez a pillanat, de hát eljött, és amúgy nagyon jó érzés volt, mert érzem, hogy a testem így töltődik fel, és már nem úgy kelek ki minden nap az ágyból, hogy alig bírok megmozdulni az izomlásztól, és nincs annyira leterhelve az izomzatom. Nyilván ehhez még hozzá kell szoknom, és hát így a főzőcskézés az most teljesen más, és ehhez is hozzá kell szoknom. Minden ugyanúgy gramra pontosan ki van számolva, és szinte ugyanazokat az alapanyagokat eszem, picit több, most ugye van gyümölcs az étrendemben, eddig én annyira nem preferáltam a gyümölcsfogyasztást, de most ugye lett beiktatva az étrendembe, de csak egy étkezéshez, szóval annyira nem nagy. Ugyanúgy rizst teszem, ugyanúgy halakat, natúrhalakat, natúrcsirkét, és a húsleves ugye az újdonság még, és makadámdió például a zsírforrásom, a mogyoróvajat azt el kellett hagyni, meg a mindenféle kesudiót, mogyorót, ilyesmiket, szóval csak a makadámdió mehet, és olívaolaj még a zsírforrásom, kókuszzsír, ezek a zsírforrások, meg zsírosabb halak,
Úgyhogy így néz ki jelenleg az étrendem és az edzésterem. Fontos az, hogy Csilla leszögezte az, hogy nem lehetek éhes ebben az időszakban, úgyhogy lehet, hogy még emelni fogunk a kalóriáimon, mert jelenleg én azt érzem, hogy hát úgy határeset, hogy nem vagyok éhes, de még egyelőre ez tökre tartható, aztán majd meglátjuk, hogy fog-e ez emelkedni tovább. Szóval én ennyit terveztem elmondani ebben a videóban, és kaptam olyan üzeneteket, hogy akkor miért mondtam olyasmit, hogy én menstruáció alatt is keményen edzem. Mivel ugye 2-3 alkalommal jött meg a menstruációm, ugye talán 2-szer jött meg a fogamzásgátló miatt, és egyszer ugye a Covid miatt, és akkor nekem az volt a tapasztalat, volt, hogy az egyik versenyem napján jött meg, még a fogamzásgátlás miatt, és még videó is van róla, hogy ugye versenyeztem, táncverseny volt, és ugyanúgy nyomtam, és semmi akadály nem volt, úgyhogy ebben szerencsés voltam, hogy annál a pár alkalomnál, amikor megvolt, akkor sem volt olyan borzasztó a helyzet, de nyilván volt görcsölés, és akkor igen, kicsit szenvedtem, de ugyanúgy edzettem, úgyhogy erről láthattatok videókat esetleg, hogyha csináltam, mert nyilván megörökítettem, és azért sem beszéltem eddig erről, mert úgy érzem, hogy nagyon tabuként van ez kezelve a mai világban, főleg a testépítők részéről, mert nyilván nem szívesen beszél ilyesmiről az ember, én sem szívesen tettem eddig, de most úgy érzem, hogy basszus, ez van, nem tudok vele mit csinálni, és úgy érzem, hogy ezzel is tudok egy kis példát mutatni talán, hogy foglalkozzunk az egészségügyi problémáinkkal, és merjünk ezekről beszélni, merjünk segítséget kérni, mert hát fontos, hogy ezeket a problémákat megoldjuk, mert nem lehetetlen. Nyilván én is tudtam élni vele, tudtam ugyanúgy versenyezni ilyen problémákkal is, de nagyon megnehezítette a dolgomat, és senkinek nem kívánom azt a szenvedést, amit én átéltem a versenydiéták alatt. Nem véletlenül kellett ennyire sokat kardióznom, ennyire alacsony kalórián lennem, mert ezek a hormonális problémák mind-mind nehezítik ezt a folyamatot, vagyis nehezítették, úgyhogy hát remélem, hogy tudtam segíteni ezzel a videóval, és remélem most már mindenkinek tiszta, hogy mi történik. Nem most kezdődött ez a probléma, ez évek óta tart. Nagyon-nagyon régóta szenvedek ezzel a problémával, eddig mellékvágányom volt, de most már ez a fő prioritás, úgyhogy erről fogok nektek sok-sok tartalmat készíteni, mert bízom benne, hogy tudok majd ezzel nektek segíteni, és Csillával fogunk majd közös tartalmakat is akár nektek hozni, és tényleg keresétek meg Csillát, hogyha bármilyen hormonális problémátok van, mert igenis meg lehet oldani, és van megoldás, úgyhogy nem reménytelen a dolog. Remélem most már mindenkinek tiszta a dolog, szurkoljatok, hogy jól sikerüljön ez a gyógyulási folyamat, és mindenféle dokumentálással jelentkezem itt YouTube-on, TikTokon és Instagramon is, úgyhogy kövessetek be Instán is, TikTokon is, és iratkozzatok fel a csatornára, hogy kapjatok értesítést, amikor új videót töltök fel, és találkozunk hamarosan. Sziasztok!